Köszöntöm kedves nézőinket, kulturális magazinunkat látják. Palika In Memoriam Szécsi Pál címmel mutatta be zenés darabját Gergely Róbert utazószínháza, a Gergely Teáter. Az előadásnak a Városi Galéria adott helyet május 6-án. Szécsi Pál 1944-ben született Budapesten. A kivételes tehetséggel megáldott táncdalénekes és dalszövegíró minden idők egyik legfantasztikusabb magyar könnyűzenei előadója volt, noha pályafutása csupán néhány esztendeig tartott. Szécsi Pál 1967-ben robbant be a köztudatba, amikor a Csak egy tánc című dallal második helyezést ért el a Táncdalfesztiválon. Életét és karrierjét gyermekkorától kezdve súlyos problémák nehezítették. Édesapját nagyon korán elveszítette, míg édesanyja Amerikába disszidált, ezért Szécsi 16 éves koráig állami gondozásban nevelkedett, és ez egész életére rányomta a bélyegét. A táncdalénekest felnőtt korában is súlyos magánéleti gondok gyötörték, melyekkel nem tudott megbirkózni. Szécsi Pál mindössze 30 esztendősen saját kezével vetett véget az életének 1974-ben. Szécsi Pál előadásában olyan ismert dalok váltak örökzöld slágerekké, mint a Kószaszél, a Két összeillő ember, a Karolina, Egy szál harangvirág, vagy a Gedeon bácsi, és még hosszasan sorolhatnánk. Gergely Róbert színművész és énekes pályafutását is végigkíséri Szécsi Pál élete és emléke. Talán én vagyok az egyetlen, akinek annak idején még fenntartásai és averziói voltak vele kapcsolatban, de ez már nagyon-nagyon régen elmúlt. És azt is meg kell, hogy magyarázzam egy mondatban, hogy miért. Mert amikor színművészeti főiskolára jártam, akkor nagyon sokan megszólítottak engem, és hasonlítottak Szécsi Pálhoz, amitől én, mint fiatal, pályakezdő, zöldfülű, főiskolás, színész jelölt, természetesen elhatároltam magam, mert én nem akarok másra hasonlítani, mert én vagyok, és így tovább, és így tovább. De aztán teltek, múltak az évek, az évtizedek is, és egyszer csak kaptam egy nagyon kellemes felkérést fiatal koromban, hogy Mészáros Márta úgy tervezte, hogy készít majd egy filmet Szécsi Pálról, és engem kértek fel, hogy személyesítsen meg a filmen az ő alakját. Ez a film nem jött létre. Aztán megint teltek múltak az évek, és Pozsgai Zsolt író-rendező barátom volt az, aki megírta Szécsi Pál történetét egy zenés darabban, egy zenés produkcióban. Ebben már eljátszottam és eljátszhattam Szécsi Pál személyét. Akkor nem is gondoltam, és nem is gondoltuk volna színész kollégáimmal, akikkel megelevenítettük ezt a korszakot, és az ő életét bemutattuk dalain keresztül, és engedd meg, hogy megemlítsem azokat a színészeket, társakat, akik ebben a produkcióban részt vettek. Maronka Csilla, Radó Dönész, Borbát Ottilia, Nádas Gyuri, és én voltunk azok, akik visszaemlékeztünk Szécsi Pálra egy zenés darabon keresztül. Szóval nem is gondoltuk és nem is sejtettük azt, hogy 5 éven keresztül szinte az év majdnem minden napján meghívásokat kaptunk, és amit tudtunk, teljesítettünk. 120 előadáson vettünk mindnyájan részt, ahol én is és a kollégáim boldogak voltunk, hogy ennyi ember kíváncsi mind a mai napig, hosszú-hosszú évtizedek távlatából is valakire, akik számukra mind a mai napig kedves és szeretett énekesük. Mondhatnám azt is, hogy egy legenda övezi őt. Természetesen sok-sok kérdőjellel, hiszen egy fiatal ember, aki 30 éves korában eldobja magától az életet, és most már máshol koncertezik, máshonnan énekel és gondol ránk, nem volt számunkra sem világos, hogy miért adja föl valaki, és miért megy egy másik útra, egy olyan útra, amely mind a mai napig őt kíséri és őt övezi, hiszen az a legenda, az a dicsfény, ami mind a mai napig övezi az ő nevét, személyiségét, a dalain keresztül mind a mai napig velünk van. Azok az emberek, akik eljöttek akkor is, és akik ma is eljönnek, hogy egy kicsit emlékezzünk másfél-két órán keresztül valakire, aki már nincs köztünk, de mégis bennünk él, azok borzasztóan kedvelik és szeretik, és velünk együtt ápolják az emlékét. Nekem és sok-sok más színésznek, énekesnek, előadónak valóban az egyik feladatunk, és talán kötelességünk is, hogy azokra emlékezzünk olykor-olykor, akik nagyon sokat adtak nekünk, de már nincsenek köztünk. Ilyen volt, és ilyen Szécsi Pál is. Szécsi Pál mítosza napjainkban is él, és ezt a Gergely Teáter előadása is ékesen bizonyította. A nézőtéren helyet foglalók Gergely Róberttel közösen énekelték és dúdolták a felejthetetlen slágereket. A Gergely Teáter a közel másfél óráig tartó, magas színvonalú, zenés és prózai elemekkel színesített műsorral méltó emléket állított az egyik legkiemelkedőbb magyar táncdalénekesnek. Gergely Róbert előadásában felcsendültek a legszebb Szécsi Pál slágerek, melyek talán nem túlzás azt állítani, hogy halhatatlanná tették a 60-as és 70-es évek könnyű zenei ikonját.
Végezetül pedig hallgassanak meg egy rövid részletet az előadásból. Ilyen szép kislány, nincs a világon, mint Karolina. Bele álmodtam, róla álmodtam az éjjel. Alkan suttogtam, nem is suttogtam, Karolina. Bele alszom el, bele ébredek, Karolina. Ilyen szép kislány, nincs a világon, mint Karolina. Na, akkor együtt mindenki jó.